Köszöntök mindenkit a PTE Nemzetközi Igazgatósága által szervezett Afrika Szabad Egyetem következő előadásán, amelynek címe Egyiptom ország boldog és boldogtalan öröksége, az Európai Egyiptománia 200 éve. Ripple Kinga vagyok, jelenleg a PTE Nemzetközi Igazgatóságán dolgozom, 2007-ben szereztem diplomát az ELTE egyiptológia szakán, és ezután hat évet töltöttem Egyiptomban egyiptológus idegenvezetőként, ahol körutazásokat, városlátogatásokat, hajóutakat, különböző tematikus és sivatagi túrákat vezettem és szerveztem. A mai előadás során a modern egyiptománia kialakulását és annak jellemzőit szeretném bemutatni számos példán keresztül. Nézzük elsőként Egyiptom térképét. Gondolom, legtöbbek számára ismert a térkép. Észak-Afrikai országról van szó amelyet északról a földközi tenger, keletről a Vörös-tenger, délről Szudán, nyugatról pedig Líbia, libiai sivatag határolja. Az ország teljes területe 1.1.449 négyzetkilométer, észak-déli irányban kb. 1.400, kelet-nyugati irányban pedig kb. 1.200 kilométer. A Nílust észak-déli, egész pontosan déli-északi irányban, vagy bocsánat, az országot dél északi irányban a Nílus szeli ketté. A Nílus azon kevés folyók egyike, amelyik délről folyik észak felé, és a földközi tengerbe ömlik. Nézzük most azokat a városokat, helyeket, amikről szó lesz a mai előadás során. Elsőként a főváros, Memphis fölött Kairó, illetve nem messze tőle a nélus nyugati partján a gízai piramisok. Északon pedig itt Alexandria mellett Rosetta. Erről részletesen lesz majd szó. És aztán ha Kairótól kb. 500 kilométert utazunk délre, akkor az ókori téba a mai luxor területére jutunk, amelynek a keleti partján, a délus keleti partján találhatóak a híres templomok, a karnaki luxori templom nyugati partján pedig a halotti templomok és a királysírok, például a királyok völgye vagy királynők völgye és különböző nemesi temetők. Aztán, ha kicsit délebbre megyünk, akkor filébe érkezhetünk. Itt filében, a filé szigetén az Ízisz templom található, szintén nagyon híres látványosság. Mi az Egyiptománia? A hivatalos definíció szerint az ókori egyiptom iránti lelkesedés a nyugat-európai művészetben és kultúrában. A kifejezésben szereplő mánia szó azonban többre utal, mint lelkesedés, túlzást jelent. Ahogy a későbbiekben látni fogjuk, az egyiptomániának több fokozata van, az ízléses motívum felhasználástól kezdve az ízléstelen, gicses, olykor kegyelet sértő használatig. Az egyiptománia tág értelemben véve egyidős magával a kultúrával, hiszen az ókorban az Egyiptom által meghódított területek lakói átvették az ókori egyiptomi vallás, kultúra, motívum, világát, motívumait, és beépítették azokat saját kultúrájukba. Fontos különbséget tenni az egyiptománia és az egyiptológia között. Az egyiptológia az ókor tudomány része, amely tudományos szinten foglalkozik az ókori Egyiptom történelmével, kultúrájával, írásával, vallásával, építészetével, míg az egyiptománia egy egy társadalmi jelenség, az ókori Egyiptom iránti egyéni vagy csoportos lelkesedés. A modern egyiptománia és az egyiptológia születése körülbelül egy időre tehető, későbbiekben lesz erről szó, szóval a 19. század előtti időszakra jóval, a 18. század legvégére. A mai előadásban azonban nincs lehetőség arra, hogy a kettőt párhuzamosan mutassam be, ezért bár lesznek egyiptológiai példák, az előadásban a kulturális szempont az elsődleges. Az utolsó ismert Hierogli feliratot tettem idebe a következő diába, amelynek dátuma 394. Ez az ókori Egyiptománia végét is jelenti egyben, és innentől kezdve több száz évre. Csak nem teljesen feledésbe merül az ókori egyiptomi kultúra az európai világ számára, egészen a 18. századig. A 18. században egyre többen utaznak Egyiptomba, úti beszámolókat készítenek, és ezek az úti beszámolók szinte azonnal az utazást követően meg is jelennek nyomtatásban ezért egyre többen hozzájutnak az információkhoz. Itt három nevet tettem be, egy Dán utazó nevét, Frederick Louis Norden nevét, egy angol utazójét, Richard Pokak, és egy magyar újságírójét, Decsi Sámuelét, aki, aki részt vett a napóleoni hadjáratban, 1798-ban, és onnan visszatérve kiadta egyik főművét, amelynek címe Egyiptom ország rövid históriája, melyben annak régibb és később időkbéli boldog és boldogtalan sorsa vagyon írva. Ezt a szóhasználatot építettem be az előadás címébe, mert az Egyiptománia szempontjából rendkívül szerencsés ez a megkülönböztetés, és majd a példákat látva Önök is eldönthetik, hogy kinek melyik jelent boldog vagy boldogtalan örökséget. Itt Nordennek Gízai Szfinxet ábrázoló rajza látható 1737-ből, és ahogy látszik, nem teljesen arányos a rajz, de mégis nagyon fontos kordokumentum, mert megcáfolja azt a tévhitet, amely szerint a Gízai Szfinx orrát Napóleon seregei rongálták meg hiszen a napóleoni hadjárat 1798-ban kezdődött, ez pedig több tíz évvel azelőtt készült. Az elsődleges és másodlagos források is alátámasztják, úgyhogy valószínűleg egy középkori arab hívő, egy sejk volt az, aki megrongálta a Sphinx orrát, hogy bebizonyítsa, hogy egy egyszerű szoborról van szó, ugyanis a középkorban a Sphinxet a félelem atyának nevezték, és istenként tisztelték. A következő dián a bal oldalon egy 18. századi rajz látható a királyok völgyéről, amely az újbirodalmi időszámítás előtti 16. század közepétől induló korszak királyainak a temetkező helye. Ebben az időben a főváros, az ókori Egyiptom fővárosa, a mai Luxor, az ókori Téba volt, és a Nélus nyugati partján, itt a királyok völgyében helyezték örök nyugalomra a fáraókat. Ebben az időszakban már nem jól látható piramisokba temetkeztek, az egyiptomi történelem során a főváros többször változott. A két legismertebb főváros Memphis, a mai Kairó környékén, és Téba, a mai Luxor környékén, abban az időben, amikor piramisokat építettek, akkor Memphis volt a főváros. Éppen ezért csak északon találhatók piramisok. Hogyha valaki Tébában, Luxorban jár, akkor rejtett királysírokat fog találni, itt, mint például itt a keleti völgyben. A rajz tetején egy természetes piramist formázó hegy látható, ez az Elkorn Szarv nevet viselő hegy. Emiatt választották a királyok pont ezt a völgyet temetkezési helyül. A királyok völgye egyébként két völgyből áll, ez a keleti, itt található a legtöbb királysír, és van egy nyugati völgy is, ott azonban csak kettő fáraót temettek el. A jobboldali két fotón szintén a keleti völgy látható, a fölső egy profi fotó a Tében Mapping Project keretében készült, az alsó pedig a nővérem fotója 2009-ből. Akár a fotókat, akár a rajzot nézi valaki, valami egész érdekes nyugalom látható számomra a völgyben, illetve a rajzokon is ez tűnik ki. Én akárhányszor jártam a királyok völgyében, és erre eddig 104-szer került sor, ezt mindig éreztem hogyha ha valaki járt ott, akkor talán e, tapasztalt hasonlót, hogyha készül, akkor érdemes erre is figyelni a látogatás során. És hogyha megvan a megfelelő információ, és lehetőség is van rá, akkor érdemes olyan sírokat is meglátogatni, amik nem a központi részen vannak, a tömegtől távol. Például mondjuk harmadik Totmes sírját, ami az elég sok lépcsőn kell fölmenni, de megéri. Úgyhogy érdemes próbálják ki nem fogják megbánni. Az egyiptománia virágkorának kezdete, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a modern egyiptománia születése Bonaparte Napóleon egyiptomi hadjáratával kezdődött. Napóleon 1798-ban indult Egyiptom ellen, és hadjáratának három célja volt. Az első, a hivatalos cél az ország török uralom alól való felszabadítás, a második, a valódi cél a francia gyarmatosítás, illetve az angolok Indiába vezető szárazföldi útvonalának elvágása volt, és volt egy harmadik célja is Napóleonnak, ez pedig a nagy Sándori példakép. Napóleon életének egyik fő célja volt, hogy nagy Sándori mintára hódítsa meg Egyiptomot. Körülbelül 400 hajóval, 35 ezer katonával és 500 civillel indult útnak. A civilek között volt 167 tudós is. Az ő feladatuk az volt, hogy tudományos szempontból feltérképezzék az országot, és a szerzett anyagokat, ismereteket rögzítsék írásos és képi formában. Itt egy pár kategóriát felsoroltam, nem teljes a lista, de a lényeg itt található. És lehet is látni, hogy a 22 nyomdász latin, görög és arab nyelvű nyomtatásra alkalmas eszközt vitt magával. Úgyhogy azonnal nyomtatni, gyors nyomtatásban nyomtatni tudták az ott lejegyzett információkat. Ebből a hadjáratból, a híres piramisok csatájából származik ez a mondat, amely aztán világhírű lett. Katonák négy évezred tekint le rátok. Ezt Napóleon mondta a csata előtt, hogy harcra buzdítsa a seregét. A dián látható festmény jelenleg Versailles-ban található. Politikai és katonai szempontból a Napóleoni hadjárat vereség volt, hiszen 1801-ben a franciák vesztes félként békét kötöttek az angolokkal. Kulturális és tudományos szempontból azonban vitathatatlan győzelmet jelentett, hiszen nem csak az egyiptománia, hanem az egyiptológia születése is ennek a hadjáratnak köszönhető. Napóleon ugyanis hazatérve az egyiptomi hadjáratból elrendelte az ott megszerzett információk nyomtatását. Ebből született a Description de amely a világ legnagyobb múzeumi katalógusa. 400 nyomdász dolgozott rajta 20 évig, annyi ideig egyébként, amíg a nagy piramist, a gizai nagy piramist építették. Az első kötet 1809-ben, az utolsó pedig 1829-ben jelent meg. A Description de Egypt nem csak régészeti leletek, a flóra és fauna leírása, hanem néprajzi és földrajzi összefoglaló is. 10 plusz egy kötetből áll, több mint 800 rézmetszetből és több mint 3000 illusztrációból. Ide a jobb oldalra betettem egy modern kiadás előlapját, ez egy kicsinyített kiadás, hiszen a kötetek hatalmasak, 50x70, több mint 50-70 centisek. Úgyhogy, ha valakit érdekel, elhoztam a Modern kiadásnak egy példányát, az előadás végén meg tudja nézni, bele tud lapozni, hogyha szeretne, érdemes szerintem megnézni. Nézzünk most egy pár képet a műből. Ezen a dián régészeti leletek rajza látható, és itt lehet is látni, hogy milyen fantasztikus pontossággal rajzolták meg az expedíció tagjai a részleteket, régészeti leleteket, a flóra, fauna egyes darabjait. Itt bal oldalon például a híres közelkeleti keleti dum-pálma rajza látható, jobb oldalon pedig egy polipábrázolás egész részletesen. Itt pedig a Description de első példánya, első kiadása a számára készített könyvszekrénnyel. Magyarországon is található egy példány belőle, hogyha valakit érdekel, a Keszthelyi Festetics kastélyban meg tudja nézni. A napóleoni hadjárat és a deszkripció megjelenése után az európai világ elkezdte felfedezni Egyiptomot, és Egyiptom is elkezdte felfedezni Európát. Megkezdődtek a diplomáciai kapcsolatok Egyiptom és az európai országok között, illetve megalakultak a nagykövetségek konzulátusok Kairóban, és ezzel egy időben megkezdődött a régészeti leletek tömeges Európába történő szállítása is amely ö, leletek az alapját szolgáltatták a máig látható nagy egyiptomi kiállításokhoz, például a British Múzeumban vagy a Louvre-ban, hogy csak a leghíresebbeket említsem. Nem sokkal a deszkripció megjelenése után az egyiptológia, a születő egyiptológia egy szenzációs eseményt ünnepelhetett, ez pedig a hieroglifírás megfejtése, amely a rozetti kő alapján történt. Itt a dián bal oldalon látható a kő, amely egy granodiorit lelet, és 1799-ben francia katonák találták rozettben, innen ered a, neve is, ugye rozetti kő, majd pár évvel később brit katonák szállították Európába, és jelenleg is a British Múzeumban található. A kő szövege egy papi a Ptolemaioszok korából, időszámítás előtti 196-ból, 5. Ptolemaiosz Epifánész korából. Három nyelven olvasható a szöveg a kövön. A felső részen, jaj, bocsánat, a felső részen 14 sor hieroglív szöveg, amely a szent ö, szövegek írása és nyelve volt, maga a hieroglif szó görög eredetű és szent vésetet jelent. Alatta 32 sor démotikus szöveg, a démotikus a mindennapi használatban lévő szöveg és nyelv volt, a démosz szó szintén a görög nép szóból ered. Az alsó részen pedig 54 sor ógörög szöveg, a görög az adminisztráció nyelve volt a korabeli Egyiptomban. A rozettikő kicsinyített másolatát szintén elhoztam, hogyha valaki szeretné az előadás végén, szintén meg tudja nézni. Elég kis másolat, úgyhogy nagyítót hoztam hozzá, itt a dobozban található. Majd arra kérnék szépen csak mindenkit, hogy ne nyúljon hozzá, hanem csak a dobozt mozgassa, egész jól meg lehet nézni a háromféle írást. A Rosetti kő megfejtése Thomas Young és Jean-François Champollion nevéhez fűződik. Thomas Young angol szemészorvos volt, nyelvzseni volt, 13 nyelven beszélt, és 1819-re már komplett anyaggal rendelkezett a Rosetti követ illetően, és ennek az anyagnak a felhasználásával fejtette meg végül Jean-François Champollion a hieroglifírást. Leginkább az ő nevét lehet hallani, de csak nem ugyanannyira, ha nem nagyobb az érdeme Thomas Youngnak ebben a felfedezésben. Az egyiptológia idén ünnepli a hieroglifírás megfejtésének 200. évfordulóját. A modern egyiptománia legnagyobb, legjobb közvetítő csatornája a turizmus volt. A 19. század második felétől tömegesen érkeztek a turisták Egyiptomba, hogy ott heteket, hónapokat töltsenek el, leginkább Kairóban, és aztán több hetes hajóútra indultak a Níluson. Az egyiptomi tömegturizmus kialakítása Thomas Cook nevéhez fűződik, aki brit üzletember volt, és a 19. század második felében felvirágoztatta utazási vállalkozását csomagokat, utazási csomagokat értékesített, vagyis több utazási szolgáltatást nyújtott egyszerre, igen alacsony áron, és éppen ezért innentől kezdve nem csak a felső tízezer tagjai számára volt elérhető Egyiptom, hanem a középosztály tagjai is megengedhették maguknak. A Thomas Cook and Son cég legnagyobb konkurenciája Egyiptomban az Anglo-American Nile Company volt, amelynek a katalógusa itt a bal oldalon látható. Mind a két cég mondhatjuk piacvezető volt az egyiptomi turizmusban a 19. században. Állandó versengésben álltak egymással. Gyakran küldték például egymás képviselői, vagy saját képviselőiket egymás hajóira, hogy aztán ott az inkognitóban nyaraló ügynökök beszámoljanak minden részletről, kezdve a menütől egészen a kárpitok szalvéta színéig, vagy, vagy a hajón használt szappan illatáig. Ezeket az összegyűjtött információkat aztán felhasználták a következő évi katalógusban, természetesen megpróbálva felülmúlni a konkurenciát. Ez a versengés nagyon jót tett az egyiptomi turizmusnak. A baloldali katalógus az 1905-6-os évadból való. Ennek eredeti példányát szintén elhoztam magammal. Itt található. Az előadás végén a másik kettőhöz hasonlóan meg lehet nézni. Nagyon szívesen megmutatom mind a hármat bárkinek. A jobboldali fotón 1920-ból származik a fotó. Kairóban nyaraló európai turisták láthatók, csak a hangulat miatt tettem ide a századfordulón, és a, talán mondhatjuk, hogy a második világháborúig Egyiptomba érkező turisták sokkal szabadabban látogathatták a műemlékeket. Örökségvédelmi szabályok szinte nem is voltak. Bárhova bemehettek, bármelyik templomba bemehettek, bármelyik piramisba, és meg is mászhatták azokat, ahogy itt is látszik. Itt a baloldali fotón látható, ahogy turisták másznak éppen a nagy piramisra, Hát ez nem volt könnyű feladat, mert látszik is, hogy a, egy pár kő embernagyságú vagy még nagyobb, úgyhogy helyiek segítségét kellett igénybe venni ahhoz, hogy meg tudják mászni a piramist, és fölérve a tetejére, itt a jobb oldali fotón egy te délután látható. Ez közkedvelt program volt a, a gyakorlatilag hegymászás után nem csak, hogy megmászhatták vagy be me a műemlékeket, vagy bemehettek a műemlékekbe, de a kisebbeket haza is vihették magukkal nyíltan, vagy félig nyíltan lehetett műemlékeket vásárolni. Az akkori Egyiptomi Múzeumban például volt egy terem, ahol, ahol műemlékeket árultak, úgyhogy akár sírmellékleteket, vázákat, ékszereket is haza lehetett vinni, de akár nagyobb dolgokat is, például szarkofágokat, koporsókat, vagy akár mumiákat, ahogy mindjárt lesz is erről szó. Nézzünk most egy pár példát az egyiptomániára. A legbizarabb témával szeretném kezdeni, a múmiákkal. A múmiák kétségtelenül az egyiptománia boldogtalan áldozatai. Többféleképpen is használták őket az egyiptománia korában, mondhatjuk 18.-20. században, bár a múmiákat már a 15. századtól kezdve tömegesen szállították Európába, és ott porították, és többek között gyógyszerként használták, egészen elképesztő módon. Ennek két oka volt, egyrészt a babona, az ókori egyiptomi múmiáknak varázserőt tulajdonítottak, másrészt pedig a magas kátránytartalom. tartalom. A mumifikálás során ugyanis az illatos olajok és gyógynövények mellett kátrányt is használtak, és így az egyiptomi múmiák alternatív kátrányforrásként szolgáltak az európai gyógyszerészek számára. Sokkal könnyebb volt ezeket Európába juttatni porítani, mint mint a nagyjából az, nagy arányban a Holtenger körül lévő hegyekben található kátrányt bányászni, és aztán azt Európába szállítani. A mumia szó, arab eredetű szó, és, és bitument kátrányt jelent innen a mai, máig használatos szó. Tehát a mumia egyszerűen azt jelenti, hogy kátrány. Már a 16. században tiltakoztak szakemberek a mumia fogyasztása ellen. Például Ambroise Paré, francia sebész, aki hivatalos kijelentésében hangsúlyozta, hogy a múmiapor nemhogy nem hatásos gyógyszer, de számos szörnyű tünetet is okoz, például gyomorfájást és hasmenést. De jobboldali fotón egy 18. századi gyógyszerészeti múmia tároló látható. És elképesztő módon nem csak gyógyszerként, hanem festékként is használták a múmiákat. A múmia barna világhírű festé, szín volt, és ennek különböző árnyalatai. A 16. századtól a 20. századig használták a múmia barnát, és őszintén szólva mai napig ezt teszik. Poralakban és krém állagú festéket is használtak. Itt mind a kettőre hoztam egy példát. A 19. század, 20. század fordulóján Európa legtöbb művészét, a C. Robert Co. cég látta el festékkel, köztük Múmia Barnával, az egyik legprofibb és legnépszerűbb cég világmárka. És 1933-ban a cég katalógusában még megtalálható volt a Múmia Barna, és az 1980-as években egyes üzleteiben még Múmia testrészeket is találtak, de kollégáim jelezték, hogy ez öt évvel ezelőtt Egyiptomban szintén még közkedvelt dolog volt, úgyhogy mondhatjuk, hogy a mai napig ezt teszik, annak ellenére, hogy hivatalosan a 20. század elején betiltották a múmia festékként való használatát. Nem mindenki tudta, hogy miből készül a múmia barna. Például egy történet szerint Kipling nagybátyja sem, aki híres festő volt és lelkes festő volt, és sokszor rendelt múmia barnát. Egy kiszállítás során véletlenül megtudta, hogy miből készül a festék, és óriási botrányt csapott, és azonnal elásta a kertjében, mondván, hogy emberi maradványnak földben a helye. Ezen a képen egy 19. századi kairói mumiaárus látható. Ebben az időszakban már félig betiltották a mumiák használatát, a 19. század második felében nehezebben lehetett hozzájutni, mint a 60-as év, 1860-as években. És hát itt a fotón is látszik, hogy milyen rezignáltan árulja az illető árusa tárgyként kezelt emberi maradványokat. A gyógyszer és a festék használaton kívül vonatok fűtésére is használták őket, szintén a magas kátrány miatt, ami rendkívül számomra felháborító és rendkívül kegyeletsértő szokás volt. De van ennél lejjebb. Az egyiptománia mélypontja, vagy mondhatjuk az ízléstelenség csúcsa, a múmia kicsomagoló parti volt. A 19. századi viktoriánus Angliában a középosztály és a felső tízezer tagjai tömegesen utaztak Egyiptomba, könnyen múmiához jutottak, amit aztán haza szállítottak és kiállították a szalonjukban. Vagy múmia kicsomagoló partit rendeztek, és te a délután keretében kicsomagolták ezeket a múmiákat ami hát én tojás szerű meglepetés, kicsomagolás volt, mert a mumifikálás során a bandázsok közé amuletteket is rejtettek, úgyhogy nagy szenzáció volt és ováció veszte, ha egy-egy bandás csomag között találtak egy-egy amulettet. Ambivalens módon az amulett célja az volt, hogy megóvja a testépségét és a halottat a túlvilágon. Nem mindenki ö, szenzációhajház céljal rendezett ilyen eseményt. Például Thomas Joseph Pettigrew, akit Mami Pettigrewként is emlegettek, a 19. századi Angliában sebészként, anatómia professzorként dolgozott, és ő tudományos ismeretterjesztési céllal szervezett ilyen rendezvényeket. Ő volt az első, aki a múmiák tudományos elemzését elvégezte, és aztán ki is adta ezt a művét 1934-ben a jobboldali festményen Gaston Maspero, francia egyiptológus, múmia kicsomagoló eseménye látható. Ő szintén ismeretterjesztő céllal szervezett ilyeneket. Baloldalon viszont egy angol lord, múmia kicsomagoló parti meghívója látható 1850-ből. Június 10-ére szól a meghívó. Ennek a másolatát elkészítettük a kollégámmal, úgyhogy az előadás végén, ha valakit szeretne, akkor kártya formában tud magával vinni. Az az ízléstelenség, ez a mélypont, ez rendkívül megrázó, ha az ember beleássa magát, és számos más példát és irodalmat olvas. Úgyhogy ennek ellensúlyozásaként egy másik példát szeretnék majd hozni az előadás végén. Nézzünk most kicsit könnyedebb példákat. A 19.-20. század fordulóján számos világhírű cég készített egyiptomi motívumú ékszereket, főleg nyakláncokat, gyűrűket, brossokat, karkötőket, és a fő motívumok a szárnyas napkorong, a kesejű, a skarabeuszbogár és a lótuszvirág voltak. A két fotón két századfordulós bros látható, Arany, féldrágakő és különböző üvegberakás díszítéssel a jobb oldalinak az aján egy gyöngy is látható. Nagyon szép, nagyon ízléses darabok ezek. Az árdekó és az Art Nouveau irányzatok is átvették az egyiptomi motívumokat, Hát itt szinte minden témakör, amit most el hoztam önöknek, külön előadás témája lehetne, úgyhogy néha elég nehéz volt csak pár példát hozni ezekre. Az egyiptológia, idén ünnepli a Tutankhamon sír megtalálásának századik évfordulóját. 1922. novemberében találta meg a sírt Howard Carter és anyagi támogatója, Lord Carnarvon, és erre az évfordulóra egy New Yorki aukciós ház egyiptomán témájú tárgyakat gyűjtött össze, és ezeknek az árverésére kerül sor hat nap múlva, december 7-én New Yorkban. A bal oldalon látható nyaklánc egy ö, olasz ö, cég által készített egyiptomi stílusú nyaklánc, gyönyörű mikromozai berakásokkal, színes kövekkel, üvegekkel, aranydíszítéssel, steati zsírkő, skarabeuszokkal, geometrikus mintákkal, amelynek ö, tervezett ára minimum 450 ezer dollár egészen elképesztő összegért kínálják. A nyaklánc november végéig az Egyesült Arab Emírségekben volt kiállítva, nyilván azért, mert onnan remél vevőt az aukciós ház, és pár nappal ezelőtt szállították vissza New Yorkba, úgyhogy ha valaki szeretne, még, még odaér az árverésre. A jobboldali nyaklánc egy Tiffany termék, szintén kiállítási tárgy, vagy hát kikiáltási tárgy lesz majd. Nagyon szép félkör és ovális alakú gyöngyökkel, és az egy ókori egyiptomi menát nyaklánc interpretációja. Itt bocsánat, itt látható ez a széles kolláré, ez az ókori egyiptomi menát jellegzetessége. Ez szintén féldrágakő gyöngyökből, színes, festett gyöngyökből áll, illetve aranydíszítésű itt a közepén egy lápiszlazul is, karabeusz alakú kővel, fölötte egy kobrával, ami mögött egy napkorong van, ez szintén aranyból van, és mögötte egy kobra fríz látható, gyönyörű megoldás. Ennek a tervezett ára minimum 60 ezer dollár. És most nézzünk egy-két, ha nem is olcsóbb, de más kategóriájú tárgyat. Nagyon sok egyiptomán bútort készítettek, főleg a 19. században. Ez az asztal a 20. század legelejéről származik, egyiptomi stílusú asztal, francia stílusú, Belgiumból vagy Franciaországból származik. Itt a jobb oldalán egy nagyon szép vadászjelenet látható, nílusi vadászjelenet itt látható, ahogy a hajókon éppen halásznak egész pontosan a nádasban, itt látható a nádas megjelenítése, és egy gyönyörű háthorfejes oszlopok láthatók, háthor istennő, a zene, a szerelem, a tánc Istennője volt. A tehén volt a szent állata, és itt is tehén füllel, e, látható, nagyon sok helyen tehénfüllel ábrázolták. A feje tetején pedig a szent hangszere, a szisztrum, egy csörgő hangszer látható. Ezt rendes csörgő alakban is megjelenítették. Itt most egy doboz szisztrumként való megoldást e, másoltak ide az alkotók. Itt e, lótuszvirágos e, e, Oszlop megoldás látható, itt pedig a szintén nagyon gyakran használt méhábrázolás, és hát még lehetne itt sorolni a részleteket, gyönyörű festett aranyozott fa asztal. A baloldali képen egy tébai stílusú szék látható, amely diófából készült, és ez szintén ha nem is árverés alatt van, de meg lehet venni, az 1920-as években készült, Tutankhamon sírjában hasonló stílusú székeket ö, találtak. Ennek a jelenlegi ára kb. 2000 ö, euró, 2200 euró egész pontosan. A jobb oldali fotón pedig egy igazi ritkaság, egy 18. századból származó asztal látható, amely múzeumi darab a Metropolitan Múzeumban látható aranyozott fa szintén, illetve rózsaszín, aszuáni, gránit hatású festés látható végig az asztaltesten. Emberi lábak vannak itt, ahogy lehet látni, tehát embert formáz maga a mind a négy asztalláb. Ugye itt fáraó fej a felső része, és aranyozott hieroglif írással, felirattal, amik nagyjából kevés kivétellel stimmelnek, de nem összeolvashatók, dekorációs célt szolgálnak csupán. És itt számos kartus látható az asztallap oldalán is, illetve a lábakon. Ez a kartus, ez az ovális gyűrű, amiben a királyok a neveiket írták. Ez egy kör alakú, és egy vonallal lezárt kör hieroglif jelből ered, ami a sen Gyűrű, aminek a jelentése a, a tartóság, az örökkévalóság a maradandóság, és ezért írták a királyok ilyen ovális gyűrűkbe a neveiket, de eredetileg maga a jel nem ovális, hanem kör alakú. Nagyon szép példa ez is. De a, a kedvencem és szerintem az egyiptomán bútorok egyik legszebb darabja. Ez az éremkabinet, ami Napóleon megrendelésére készült a 19. század legelején. Napóleon lelkes éremgyűjtő volt, és a királyi medáljait ebben tartotta. Mahagóni fából készült az éremkabinet, gyönyörű ezüst berakásokkal és rátétekkel. 44 fiókja van, és ahogy lehet is látni, itt nem tudom mennyire látják, hogy a fiókok méhet formáznak, és a méh, maga, a méh egyik szárnya a fogantyúja mindegyik fióknak, gyönyörű kidolgozású. Itt a felső részen az egyiptomi kapu, az úgynevezett pülón felső rész megoldás látható, ezüst rátéttel, nagyon szép napkoronggal, ami mellett két kobra látható, szárnyas napkorongról van szó. Szóval ez nagyon gyakori ábrázolás, főleg a kapuk felső részén az ókori egyiptom építészetében közkedvelt dekoráció. Itt a jobb oldalán nagyon szépen látszik a rátét, illetve azt hiszem ez talán berakás, az ezüstberakás, a két kobra jelenik meg itt a két oldalon, fejükön a kettős tollas koronával, és alattuk pedig lótuszvirággal, és itt középen pedig egy szárnyas skarabeusz, fölötte egy napkorong. Ez az újjászületés, az örök élet szimbóluma. Itt jobb oldalon egy kinagyított képet hoztam még a zár részről. Itt lehet igazán látni, hogy milyen szép kidolgozású a kobra, és milyen szép a szárnyas két-kettő tollas korona a fején. És uh, itt külön érdekesség még, hogy egy nagyon szép ezüst patent is van, egy zár, zárvédő ezüst patent. A bútor kategória utolsó darabja, bár nem bútor, de leginkább talán ehhez a kategóriához sorolható, ez a tányér, amely szintén Napóleon rendelésére készült. Napóleon az egyiptomi hadjáratból hazatérve kettő étkészlet készítését rendelte el, az egyiket az akkori orosz szárnak, a másikat pedig a feleségének szánta. Ez a tányér a második étkészletből való, amely 72 darabból állt és a 19. század elejéről való. Itt lehet látni az egyiptomi díszítéseket, minden tányérnak egyiptomi díszítésének díszűnek kellett lennie. Itt körbe fut egy ö, ö, ismétlődő ábrázolás, egy kesejű, talán kicsit stilizált és aránytalan, amely is karabeusz formára is hajaz, de itt a kesejű fejet lehet látni. A két szárnyal alatta pedig a két kobrával és mindegyik kesejű alatt egy bárka a napkoronggal látható. A tányérok belsejét pedig egyiptomi műemlékek vagy táj a rajza díszíti. Mindegyiket Viván Dönon francia festő rajzoló készítette, aki részt vett az egyiptomi hadjáratban. És most térjünk át az irodalomra, ahonnan szintén rengeteg példát lehetne hozni. Elsőként Agatha Christie példáját szeretném mutatni. Gondolom, mindenki ismeri Egete Kriszti nevét, aki már gyerekkorában járt Egyiptomban, és lelkes Egyiptom rajongó volt. Aztán, amikor Max Melover régész felesége lett, akkor nagyon sokat dolgozott vele Irakban és Szíriában az ókori mezopotámiai ásatások területein, és az egyiptomi ásatások részleteit is ismerte. Ezen a baloldali fotón a Ramesseumban, második Ramses halotti templomában látható, 1931-es a fotó. 1937-ben adták ki a Halál a Níluson című regényét, és 1978-ban készült a regényből az első filmadaptáció Péter Ustinov főszereplésével, majd 2004-ben a zseniális David Szüsé főszereplésével a másik adaptáció és bár nem európai, hanem amerikai, de mégis szeretném megemlíteni Mark Twainnek a Jámbor lelkek külföldön című könyvét, amely egy 19. századi egyiptomi és szentföldi társasutazás leírása, zseniális módon írja le Mark Twain az egyes utas típusokat. Úgyhogy, ha valakit érdekel az ilyenfajta irodalom, akkor javaslom, hogy szerezze meg. Nem könnyű, antikváriumban érdemes keresni, vagy természetesen könyvtárban. A fotón az első kiadás látható, 1867-ben utazott Mark Twain ezen a társas utazáson, 1869-ben jelent meg az első kiadás, aminek jelenleg jár a jelenlegi ára 3695 dollár, legalábbis tegnap még annyi volt. Aztán a zene kategóriából szintén számos példát lehetne hozni az egyiptomániára. A baloldali rajzon Mozart Varázsfúvola című operájának egyik díszlete látható, Szarasztró naptemploma, egy 19. századi berlini díszletrajza. És hát ellenpéldaként a könnyű kettő plakátot hoztam. 1923-ban kettő Old King Tat című dal is megjelent. 1922-ben találta a Meghávát Kárter a Lord, e, és van a Tutankhámon sírt, és egy évvel később meg is született a két dal, és a dalszövegírók nyilván e, nem tudták, hogy Tutankhámon gyermekként halt meg, alig múlt 18 éves, amikor meghalt, így a e, dal címekben szereplő old jelző az e, eléggé e, indokolatlan, csak úgy, mint a jobboldali e, plakáton lévő idős e, arc megformálás is. Egy rajz is, a dalból a jobboldali plakát dalát szerettem volna lejátszani, de technikai okokból erre nincs lehetőség, úgyhogy az előadás elején lehetett hallani, és majd a végén is lehet, ha valaki a szöveget is tudja figyelni, akkor akkor ez érdemes, nagyon, nagyon klassz frappáns szövege van, illetve ha valakit érdekel, akkor a későbbiekben nagyon szívesen megadjuk a, a dal linkjét. Hát igen, itt a dal szövege, amit most, amit most kihagyunk. És az utolsó kategóriára szeretnék rátérni, a reklámiparra. A 19. század, 20. század fordulóján számos világhírű cég reklámozta a termékét ókori egyiptomi elemekkel, de motivumokkal, alakokkal vagy történetekkel. Itt három példát hoztam. A baloldali plakáton, egy pálmolív reklám látható a századfordulóból. Egy pálmolív szappant reklámoz a plakát, amelynek a felső részén egy szlogen olvasható, When ancient Egypt was young, vagyis amikor az ókori Egyiptom fiatal volt, utalva ezzel arra, hogy pálmolív szappan már akkor létezett. A középső plakáton egy Ramses cigaretta reklám látható, második Ramses votív szoborrajzával, vagyis felajánlási szoborrajzával. És a jobb oldalon a kedvencem, óriási ötlet, az Egyptian Deity cigaretta Mikulással való reklámozása. Ezt tudjuk, hogy a karácsonyal szinte mindent el lehet adni, de az egyiptomán reklámiparnak ez az ötlete szerintem csúcs. Mégsem ezzel szeretném zárni a mai előadást, hanem a mumiák egyiptomán használata során említett ellenpéldával, második Ramszesz párizsi látogatásával. A második Ramszesz múmiája a Kairói Múzeumban található. 1975-ben gombás fertőzés jeleit azonosították rajta, és a további vizsgálatokra Párizsban volt lehetőség. Hosszas diplomáciai tárgyalás után Franciaország és Egyiptom közötti tárgyalás után az egyiptomi kormány beleegyezett abba, hogy második Ramszesz múmiáját Párizsba szállítsák. Ehhez azonban érvényes dokumentumra volt szüksége, ezért második Ramszesznek útlevelet állítottak ki, amely itt látható. Ugye teljesen hiteles másolata ez az útlevélnek, élethű fotóval, a teljes névvel, ugye Mástik Ramszesz nevére szól az útlevél, akinek a születési dátuma időszámítás előtti 1303. A születés pontos helye sajnos nem ismert. Neme férfi, nemzetisége egyiptomi. És itt alul látható a foglalkozása. Ezt el tudják olvasni? Halott király a foglalkozás a második Ramszesznek. És ezzel az útlevéllel utazott második Ramszesz Párizsba, és az utazása során végig teljes katonai tiszteletadás övezte, vörös szőnyeggel fogadták Párizsban, katonai vezetők álltak sorfalat neki, különböző miniszterek társaságában, és aztán amikor 1977 májusában végeztek a vizsgálatokkal, és visszaszállították a múmiát Kairóba, akkor ugyanilyen katonai tiszteletben részesítették, olyannyira, hogy az akkori egyiptomi elnök Anwar Sadat a mumia hazaérkezése után hivatalos látogatást vizitett tett második Ramszesznél, de jobboldali fotóna a sötét öltönyös férfi Anvár Szadát. ez a történet a múlt és az ősök iránti tisztelet szerintem egyik legszebb példája. Vagy ahogy Deci Sámuel írná, Egyiptom ország egyik boldog öröksége. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkitől.